Na, halihó sárga polósok, halihó sevizások. Épp, hogy elindultam kövér házmester házától a mozitali felé, mit látok? A budapesti csapat ide érkezett, és már itt folyik is a véleménynyilvánítás és a videózás. Tehát úgy tűnik, hogy itt is el akarják mondani, hogy a végrehajtásokat le kell állítani. Be is kapcsolódok ide, meghallgatom, hogy mit mond Krisztián. Fejecskéjét, hogy ők tesznek a legtöbbet a sajtószabadság ellen, pusztán azzal, hogy hagyják, hogy lábbal tudják a jogaikat. Hajrá! Igen, tehát ebbe kapcsolódtam be éppen itt egy másik közvetítéssel, és látom, hogy itt még vannak jó néhányan állnak a... Ferdinándnak van mondani valója, azt hát, mondja. Sárga pólósok, sevizások. Én úgy gondoltam, hogy ma véleménynyilvánítást fogok tartani Budapest helyen, mégpedig abból az apropóból, hogy csupa olyan prominens helyre igyekeztem elmenni, akik felelősek azért, hogy nincsenek a végrehajtások leállítva, felelősek több ezer ember haláláért, az, hogy a Inácsi tragédiáért, és az, hogy a parlament elé nem viszik a devizatörvényeket újra tárgyalni. Azon kívül olyan helyekre is mentem, ahol úgy gondoltam, hogy a demokráciát csorbítani akarják, legyen az a Tócsányi igazságügyi miniszterháza, legyen Orbán Viktor, legyen Csányi Sándor háza, legyen bármi olyan hely, ahol ezek az emberek felelhetnek azért, illetve tehetnek azért, hogy megoldódjon Magyarországnak a súlyos, nehéz problémája. Leértem ez alatt a devizahiteleket, értem ez alatt a demokrácia csorbítását, értem ez alatt azt, hogy az országban jobbítani kell az embereknek az életét, és ezért nagyon sok mindent kellene nekik tenni. Szóba kéne állni az emberekkel, a választópolgárokkal, emberszámba kellene venni őket, és így közösen nem irányítani, hanem kormányozni lehetne az országot. Hajrá! És itt közben látom a diktatúra feliratot, ez itt egy olyan ország, ahol szólás után nincs szabadság, úgyhogy érdemes volt visszakanyarodnom, én azt gondolom ide. Amit nagyjából létezik a házelnök úr, picsámat, már állandóan házelnök úr adom ezt a ganyét, már nem tudom mit mondjak rá, már ez a kifejezés. Én követelést hoztam. Itt a követelésünk, ezt a háznak teljesíteni. Az alsó kisebb betűk még fontosabbak, mert ezt a kormány jóváhagyásával tehetik csak. Semmiképp nem történhet ez meg, mert törvényeket, nagyjából hatályos törvényeket erre nem látunk, amit itt ők tesznek. És ami nagyon fontos, hogy nem a civileket kell eltakarítani, hanem az ilyen politikusokat, akik az ellenzéket a parlamentben lenyomják, egy diktatórikus házvezetést hajt végre, pedig a nép nem azzal bízta meg, hogy diktatórikusan vezesse ezt a parlamentet, vagy házelnök legyen, hanem azzal bízta meg, hogy a népet képviselje, az én érdekembe szóljon, és ezt a követelésnek érvényt is szerezzen. Ő ezt nem teszi. Úgyhogy én ennyit szeretnék most mondani, meg ami ott van kis takepaó, amit szoktam, mert ajándék nélkül soha nem megyek sehova, a bankárok csalnak, politikusok nyalnak, aki itt lakik, az meg egy politikus, tehát ennek érdekében ő mindent megtesz, hogy a nyelve a bankárok seggétől jó szaros legyen. Hajrá! Hajrá! Hát ez is megvolt, én úgy látom, kicsit én már indulok is tova, és nem sokára figyeljétek az élő közvetítést a mozgalmi találkozóról Délegyházán, ha valaki esetleg még jön, 6-kor kezdünk, aki nem messziről jön, még el tud jönni mindenképpen. Egy pillanat, mondjak még valamit, a 6. bűnözőnél vagyok ma, mert Kövér László azt mondtam, mikor Jakab képviselő felszólalt, hogy ennyi bűnöző előtt nem beszélt, én ma a 6. bűnöző előtt szóltam egy pár mondatot, és ez igaz bűnözők, nyakkendős bűnözők. Kötélkél a nyakukban, nem nyakkendő. Hajrá! Akkor még annyit hadd mondjak, hogyha a Jakabnak ugye, mikor azt mondta, hogy ennyi bűnöző előtt nem beszélt, akkor nektek otthon ülők, nektek is azt kívánjuk, hogy ti is menjetek el a bűnözők elé, és ott nyilvánítsatok véleményt. Hajrá! Hajrá! Fontos, cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé! Sziasztok! Hajrá!